Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. A Cserépmesék című kiállításunk megnyitóján nagy melegre való tekintettel lent, bár itt is elég meleg van, és nagyon szépen köszönöm osztályvezetőnknek, Szabó Zoltánnak a Rudaszót, amivel összehívta, sőt összeterelte egy kicsit a társaságot. Van néhány pásztor jelenet fönt, úgyhogy talán így aktuális is, sőt, az sőt különösen. És sőt, teljes zenekar is van. Úgyhogy én továbbadnám a hangot és a szót, elsősorban a hangot, és felkérném Bogdán Szilvia népdalénekest, és Erdély György előadó művész egy közös bevezetésre, részmegnyitóra. Anyám, édesanyám, csobán legény voltam, ráfeküdtem vala sapatak matjára. Sárigás kikigyó, bébúj kebelembe, aki azt kiveszi, félkarját megeszi. Talán édesanyám, talán kent kiveszi. Nincs ábot elegyek a félkarom nélkül, inkább ott el leszek a legényem nélkül. Bátyám, édes bátyám, csóbál legény voltam, lefeküdtem vala sapatak martjára. Sárigás kikigyó, mi bújt kebelembe, s aki azt kiveszi, félkarját megeszi. Talán édes bátyám, talán kent kiveszi. Nincs ábot ellegyek a félkarom nélkül, inkább ott elveszek az én öcsém nélkül. S mátkám, édes mátkám, csóbál legény voltam, lefeküdtem vala álom víz martjára. Sárigás kétkigyó, mi bújt kebelembe, s aki azt kiveszi, félkarját megeszi. Talán édes mátkám, talán kent kiveszi. Nincs ábot elegyek az én babám nélkül, inkább ott el leszek a félkarom nélkül. Hát mikor belé nyúl, keresve keresni, hát ott nincs a kígyó, hiába is keresi. Hát mikor kiveszi, mint szép sárig arra, hogy karját kiveszi, mint szép sárig arra. Részlet Juhász Ferenc, a szarvassá vált fiú kiáltozása a titkok kapujából című versében. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, a ház elé ment, onnan kiáltott,
sűrű pontját lebontotta, szőtt abból sűrű rengő fátyolt, szőtt súlyosan lobbanó palástot, fekete rojtos zászlót a szélnek a tűzlucskos, vérszagú alkony. Ujjait csillagkacsokba fonta, arcát a volt habja bevonta, és úgy kiáltott az édes fiának, mint egykor édes gyermekének. A ház elé ment, és szólt a szélnek, szólt az énekes madaraknak, szólt a szerelmes vadludaknak, oda szólt a didergő nádnak, a holdban lebzselő krumpli virágnak, a kutat árnyazó kis ecetfának, oda szólt az ugráló halaknak, a gyűrűknek, míg gyapjasan szaladnak. Hallgassatok, madarak, ágak, hallgassatok, mert fölkiáltok. Hallgassatok, halak, virágok, hallgassatok, mert szólni szeretnék. Csöndesülj, nedvek, beágyazott zsongás, a tomok mélyéből szivárgó zajongás. Ért szemérmű szűzek, vatta szemű nyájak, hallgassatok, mert fölkiáltok. Mert fölkiáltok az én fiamnak. Gyere haza, édes fiam, ó, gyere haza. Én hívlak a te édesanyád. Gyere haza, édes fiam, ó, gyere haza, én hívlak a te édes emlőd. Gyere haza, édes fiam, ó, gyere haza, én hívlak a te édes öblöd. Gyere haza, édes fiam, ó, gyere haza, én hívlak a te hűs forrásod. Gyere haza, édes fiam, ó, gyere haza, én hívlak a te hervadt sátrad. Gyere haza, édes fiam, ó, gyere haza, én hívlak a te félig vak lámpád. Gyere vissza, édes fiam. Én már mindennek nekiütődöm. Csupa sárga kék folt a szemem alja, a homlokomon a bőröm, a combom, a lábom szára. A dolgok felöklelnek, mint a megbőszült kosok, szarvával nekem jön a szék, a karó, a kerítés. Az ajtó megüt, mint a részek, kamaszok. A villany is rossz, megüt az áram. Eres bőrömön fut ki a vérem, mint a megdobott madarak csőrén. Az olló elúszik előlem, mint fémből való rák. Verébb lábok, a gyufaszálak, a vödör fogantyújával visszavág. Én nem tudok futni már, mint a fiatal anyaszarvas, csomós. Lila növényzet borítja combjaimat, lábujjaimon csontépületek nőttek. Minden ágon búcsúzni készül beteg. Lásd, én csak révülök. Szikáron betölt a benti látomás. Szikrázik a korhad deres szerveken, mint kerítésen logó fagyott ingeken a tél reggeli kakas kukorékolás. Gyere vissza, édes fiam! Ó, gyere vissza! Mert én már csak két nagy, áttetsző szem vagyok. Már arc nélküli két óriás szem vagyok csak, és nem földi dolgokat látok ezekkel. Gyere vissza, édes fiam! Ó, gyere vissza! Igazíts el mindent a lélegzeten. A fiú ezt meghallotta, fejét hirtelen felkapta,
szimatolt tágorvedrekkel, lüktető lebernyegekkel, fülelt erezett fülekkel, síró hanggal, egész testtel, mint vadász nyálkás léptére, erdőtűz kondor füstjére, mikor a füst szövetében sír az erdő, vinnyogkéken. Egész testen fordult arra, hogy a régi hangot hallja, s érzett akkor riadalmat, meglátta farán a gyapjat, osztott patáit meglátta, gyapár csülkeit csodálta, és ahol lilion világít, szőrerszényű bakhalmáit. Futott a tóhoz robogva, szüggyel a lombot kotorta, teste már habos csatokban, fehér tajték földre csattan, két pár fekete patája, virágot sebez halálra, gyíkocska málik alatta hűlt toka szakálla, farka és, mikor a tóhoz érne, ránéz holdfényes vizére, vizen remek holdas bükkfa, tóból szarvas néz rá vissza. Nehéz ilyenkor megszólalni, de egy valamit tegyünk meg. Ez a kiállítás, ez Kamarás Katának a kiállítása, életünk kiállítása, ünnepnapja. Köszöntsük tapsal! Óhatatlanul, önzően mindig arra gondolunk, nekem mit üzen? Mit mond nekem? Mi a tanúsága annak? És hadd mondjam el, mit éreztem én azután, hogy még láttam korábban képeket az ő munkáiról, és most aztán a kiállításban is, mit üzen nekünk? Egészen röviden azt üzeni, ismerve az életét, hogy gyermekkorában szeretett rajzolni, festeni, anyagozni,
és nagyon kanyargós úton mindig ragaszkodott ehhez, reklámgrafikától kezdve mindenféle munkával, de mégis mindig ragaszkodott ahhoz, hogy valami szépet, jót alkosson így maga kezeivel, maga esze után, maga gondolataival. Bizony nem volt egyenes út. És eltelt egy pár évtized, amíg végre megkapta azt az elismerést, amit megérdemelt azért, amit csinált. Először ifjú mestere, iparművész, népi iparmészmester, és aztán végül népművészetmester címe. És ami a legfontosabb ebből? Amit a gyermek elképzel, akkor mikor még tiszta, még nem csábította el hatalom, pénz és karrier és egyebek, amit már a felnőtt korban ismer meg az ember, amit a gyermek korában az ember elhatároz és szeret, ha ragaszkodik hozzá, akkor mindent sikerülni fog. Kudarcok ellenére. Minden. Minden teljesül. Az ember ragaszkodik ahhoz, amit tiszta gyermek szívvel elképzel. És ez üzenet mindenkinek. Gyermekkorban mindenki tiszta. Mindenki tiszta. És mindenkinek nagy álmai van. Ezeket az álmokat táplálni kell. Nem szabad eléjük állni. És az a gyermek, aki kitart emellett, az megvalósítja mindenkit. Ez a kiállítás erről is szól. A gyermekkor tisztaságát megőrizni, nem elcsábolni mindent fenn, anyagi rang csábításra, hanem ragaszkodni ahhoz, amit szépnek és tisztának gyermek szemmel, tiszta szemmel látott meg az ember. A másik gondolat, ami szintén az életének az ismeretéből egészült ki, hogy az a vád érte, hogy nem folytatja egyetlen egy műhelynek sem a hagyományát, nem népiparművész, nem folytatja Mezőtúrt, vagy Csákvárt, vagy Tiszafüredet. De ezek sem öröktől fogva magyar hagyományok, ezek idővel alakultak ki. Ez a magyar nép nagyon egységes nyelvet beszél. De szinte falvanként más a művészete. És ezek miből alakult? Voltak olyanok, akik nem ragaszkodtak az előtthöz, az mesterhez, hanem valamit hozzátettek. Teremtettek valamit. Valami újat, ami eddig nem volt. Utána aztán hagyománnyá lett. És így válik szét. Így válik a magyar népművészet, akár a kerámiában, a fazekasságban is, Európa egyik legtarkább mezőnyi, ahol fekete kerámiától kezdve a mázatlani, a habán hatástól kezdve a legkülönbözőbb, hogy így mondjam, hatásokra kialakulnak olyan központok, amelyeknek az alkotásait messziről meg lehet ismerni. És mennyire tarka, mennyire sokszínű. Nincs még egy olyan ország, olyan nép, ahol ennyire tarka lenni. És ezek is úgy születtek, ahogy Kamarás Katának a kiállítása. Mert tovább lépni, mert magát beletenni, amit megalkot. Igen, ez az alkotásnak az öröme nem csak egy darabnak, tárgynak a létrehozásában, hanem abban is, hogy amit létrehozok, az egészében is valami új, valami alkotás, valami teremtés, ez a legnagyobb öröm az embernek, az életben. A gyermekben van meg benne. És aztán aztán kikopik belőle, kit szívják ki, az anyagiak, az egyebek. Adler, a bécsi pszichológus mondja, hogy aki gyermekkorában nem tanul meg szépet és jót alkotni, az egész életében csak a hatalom, a pénz, a vagyon után fog futkosni. Aki a gyermekkorának a tisztaságával fölismer valamit és ahhoz ragaszkodik, aznak a öröme, az alkotás, a teremtés öröme, amivel Istenhez hasonlítunk, megmarad továbbra is. Ha mégis elődöket keresünk, fölfedezhetünk
sok műhelynek a hatását, a sok műhelynek a motívumai, meg embereket is, egy Kovács Margitot, aki szintén Szentendrén dolgozott, és mert önálló formanyelvet teremteni, akkor azt kell mondanom, hogy igen, sok mindenkitől tanult, de amit ő csinált, az ő. Az nem sorolható ide vagy oda, és ez nem baj, így születik, és így. Az egész népművészet erről szól, csak a gyűjtők állapodnak meg, mikor a gyűjtő elfumulóban van ez a gyönyörű világ, amiben nincsen külön művész és élvező, ahol mindenki énekes, mindenki költő, mindenki színész, és bizony szépet alkotók, nem csak azok, akik az egész életüket erre teszik. Nem hivatásos művészek, akik a népművészetet alkotják. De a teremtés öröme mindenkinek kihívható. És ezt lehet tanulni ebből is. A teremtés, a szép teremtés. Ugyanis mondja Berzsenyi Dániel, a poézis és a művészet egyáltalán eredendő oka és célja a szeretet és a szeretetből forró teremtés. A szeretet legnagyobb foka, amikor teremteni tudok másnak. Meg tudom ajándékozni azzal, ami még eddig nem volt. Egy tárgyal is, egy énekkel is, egy kis cifrázott munkaeszközzel is, de egy életművel is, amivel itt most elcsodálkozva nézzük a mesés alapokat, az apostoloktól kezdve a történetig, a palosz lakodalomtól kezdve a palackokba bezárt figurákig. És arcokon ott van az, amit már senkire nem hasonlít, hanem az már maga, Kamarás Katalin. Az a mosoly, az a legegyszerűsített arc, mert ott van azért a szépség öröme, a teremtés öröme. És talán, ha így végignézzük ezt a kiállítást, megint visszatérve a népművészet lényegéhez, fölkiáltunk. Hát ezt a példát követni kellene. Gyermekeknek igenis. Látniuk kell ezeket. Ízletet kapjanak. A teremtésre, a szép átadására, a szeretet kifejezésére. Ez a kiállítás is erről szól. Aki itt jár, itt ezt látja, abban meg kell, hogy fogadjon ez a gondolat. Hát nekem gyerekem, stb. Hát ezt az utat kell. Ez vezet csak az igazi boldogsághoz, a teremtés, a szeretet átadásának a boldogságára. És ezért állunk most meg itt, ünnepelünk, és megköszönjük ezt az életművet. Isten éltesse sokáig.
csík, egy fekete felhő, gyere rózsám, gyere velünk. Én veletek nem mehetek, gyere rózsám, gyere velünk. Ég a tűz, szent iványi tűz, ég a tűz, szent iványi tűz, ég a tűz. Szent iványi tűz, ég a tűz, szent iványi tűz. Ha igen, csak hátra dobjon, minden sárra megőrüljön. Ég a tűz, szent iványi tűz. Ha igen, csak hátra dobjon, ha mindig van, nem maradjon. Ég a tűz, szent iványi tűz. Ki lovai vannak a nagy hegyek alatt, talán bizony a szórád Józsefé. Sejem sárhajú magyar Ilonának, haján felügyünk koszorúja győn. Gyere, dalos Rózsi, térits meg az én lovaimat, én is megtérítem a te lódjaidat. Sejem sárhajú magyar Ilonának, haján felügyünk koszorúja győn. Hajtsad rózsám, hajtsad a cseresznye ágát, hadd szakajtsad zöldjiből szeretőmnek. Szeretőmnek zöldjiből magamnak javából, szeretőmnek zöldjiből szeretőmnek. A polonyi lányok mind azt énekelik, hogy dőljön ki a divó fa. Koppangyivó, magyaró, ez a legény nagy orrú, koppangyivó, magyaró, levél alatt. No ti apró diákok, lassan csendíjátok, hogy aludjon Mária fényes nap fölkötti. Rengő alá rengő, szállj el a zöld ágra, szállj el a szép zöld ágra, mint Magyarországra. Köszönjük szépen, és mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom, hogy Bolyvényívját várjuk előre, körbe is lehet jönni. És mindenkinek nagyon ajánlom Erdélyi Györgynek a hozott borait, benyújtott borait, sok szeretettel mindenkinek, és nagyon ajánlom, hogy akármennyire is meleg van, jöjjenek el, nézzék meg, ne csak most, augusztus 6-ig a kiállításunk. Várunk mindenkit vissza sokszor szeretettel, és még egyszer nézzék meg a kiállítást most. Hogyha esetleg a múzeumok éjszakájára szándékoznak jegyet venni, ott elő lehet kérni jegyet. És holnap itt is nagyon jó program lesz. Ott van az ajtón, el lehet olvasni. Köszönöm szépen, hogy ilyen szívszámmal megtiszteltük Katát, és szeretettel várunk mindenkit. Csak egyszerre nem fogunk fölférni, úgyhogy egy ilyen valami forgás kéne jobbra és balra is tudjunk haladni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek és nézitek szeretettel. De hát ezen így tudhatjuk a hétben. Persze.